Sziasztok! Ez most egy kérdezfelelek videó lesz, aminek a fő témája a babázás, családalapítás, illetve családtervezés. Azért csinálok most egy ilyen tematikus kérdezfelelek videót, ugyanis az elmúlt hónapokban elég sokszor csináltam live-ot Instagramon, és ott mindig ezzel a témával kapcsolatban kaptam a legtöbb kérdést. Viszont az elmúlt hetekben sajnos nem igazán volt időm arra, hogy ilyen élő videókat csináljak Instagramon vagy bárhol. Úgyhogy megkértelek titeket, hogy ezzel a témával kapcsolatban küldjetek nekem kérdéseket, és akkor egy ilyen tematikus kérdezfelelek videóban megválaszolom őket. Az első kérdés Liliánától jött, ez úgy hangzik, hogy szerinted mikor ideális a gyerekvállalás? Hát szerintem ez nagyon szubjektív dolog, és részben személyiségfüggő is, mivel van, aki már 20 évesen készen áll arra, hogy gyereket vállaljon, van, aki csak 30 fölött érzi ezt, illetve én úgy vettem észre, hogy azért a férfiak inkább későn érő típusok, tehát náluk inkább 30 fölött szokott eljönni az az érzés, hogy szeretnének gyermeket. De ez tényleg sok mindentől függ, mert van, aki úgy van vele, hogy először szeretne megteremteni egy egzisztenciát, legyen egy biztos állása, biztos jövedelme, egy saját lakás, vagy saját ház. Úgyhogy erre tényleg nem lehet mondani egy ilyen egységes választ, hogy mi az ideális kor gyerekvállalása. Szerintem ezt mindenki maga érzi. A következő kérdés az az, hogy hány évesen kezdtél el gondolkodni azon, hogy családot szeretnél alapítani. Igazából ez soha nem volt kérdés nálam, hogy szeretnék egy gyerekeket, teljesen biztos voltam benne, illetve amikor összeházasodtunk a férjemmel, tudtuk, hogy szeretnénk majd gyerekeket. Nem azonnal, én 25 éves voltam, amikor összeházasodtunk, de akkor még egyből nem szerettünk volna gyerekeket, de azt tudtuk, hogy szeretnénk, és abban is egyetértettünk, hogy két gyermeket szeretnénk. Ez lehet, hogy amiatt van, hogy mindkettőnknek van egy-egy testvére. A következő kérdés az az, hogy szeretnénk-e még gyereket vállalni. Ugye most van egy kislányunk, Lili, aki 2,5 éves, illetve Vince, aki 5 hónapos, és mivel mi mindig is 2 gyereket szerettünk volna, így nem szeretnénk már több gyermeket vállalni. Nekünk ez így tényleg a lehető legjobban jött ki, hiszen van egy kislányunk és egy kisfiunk, bár egyébként, hogyha 2 kislányunk vagy 2 kisfiunk lenne, akkor sem szeretnénk 3. gyereket. Nekünk ez így most tökéletes, úgyhogy nem szeretnénk már 3. babát vállalni. És ha már a családalapításról van szó, szeretném felhívni a figyelmeteket a Ragaszkodj Hozzá kampányra, azon belül is a nagy családalapítási kérdőívre, ami arra kíváncsi, hogy a magyarok hogyan vélekednek a babavállalásról, illetve a családalapításról, családtervezésről, mi a véleményük, mik a tapasztalataik ebben a témában. A kérdőívnek a kitöltése anonim, és körülbelül 5-10 percet vesz igénybe, és a kitöltők között egy balatonfelvidéki hétvégét is kisorsolnak, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ti is minél többen kitöltenétek ezt a kérdőívet, a linkjét meg fogjátok találni a videó alatti leírásban. A következő kérdés az az, hogy érdekelne, hogy miben sokkal nehezebb és másabb 2 gyerek gondozása. Mesélnél néhány konkrét dologról, ami megnehezíti a mindennapokat. Szerinted, ha később jön a második, akkor kevésbé lenne nehéz, mint egy dac korszakos és egy csecsemőkorú gyerekkel. Hú, hát ez sokban függ attól, hogy a testvér, tehát a nagyobbik gyermek milyen habitusú, hiszen nálunk azért Lili egy eléggé aktív és pörgős gyerek, úgyhogy mellette azért nincs könnyű dolgom Vincével, megmondom őszintén. Igazából főleg az jelent problémát, amikor ugye szoptatom Vincét, és Lili mindig pont akkor szeretne valami olyasmit csinálni, amit akkor éppen nem tudok. Próbálom azt csinálni, hogy amikor etetem Vincét, akkor odaültetem Lilit, és olvasok neki valami mesét, vagy valami olyasmi tevékenységet kitalálni, amit tudok szoptatás közben is csinálni Lilivel. Nem tudom, hogy mi számít kis korkülönbségnek, ugye az én gyerekeim között nagyjából 2 év és 2 hónap van, ez talán viszonylag kicsi korkülönbségnek mondható. Szóval igen, valóban ez talán az elején nehezebb, de én azt gondolom, hogy később azért remélhetőleg összenőnek majd úgymond, és jól el tudnak játszani. Viszont szerintem egy nagyobb gyerek, mondjuk egy 4-5 éves gyerek is tud ugyanúgy féltékeny lenni, mint mondjuk egy 2 éves gyerek. Annyiban könnyebb a második babánál, hogy csomó mindent tud már az ember, amit mondjuk az első babánál nem feltétlenül tud. Itt talán gördülékenyebben megy a második baba ellátása, meg a mindenféle vele kapcsolatos teendők. De nyilván ugyanakkor meg nehezebb, hiszen ott van már egy nagyobbik, akivel ugye szintén foglalkozni kell, akire szintén időt kell szentelni, akivel játszani kell. Minden esetre én örülök, hogy nálunk így alakult, hogy viszonylag kis korkülönbség van a 2 gyerek között, de azt is hozzátenném, hogy vannak tényleg nagyon-nagyon kemény napjaink, mert Lili tényleg nagyon féltékeny, úgyhogy hát igen, azért aki kis korkülönbségre vállalkozik, annak szerintem fel kell kötni a gatyáját, bár
Csomó olyan esetről hallok, amikor tényleg gond nélkül megvannak, a nagy szeretgeti a kicsit, imádja, és nincsen semmi probléma, nincs féltékenység. Na hát őket nagyon irigyelem. Adél kérdezi, hogy jobb-e már Lili és Vince kapcsolata. Az az igazság, hogy igenis, meg nem is. Ugyanis most már Lili azért többször közeledik Vince felé, ugyanakkor sokkal, de sokkal féltékenyebb, mint az elején volt. Úgyhogy eléggé vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert tényleg annyira jó látni, amikor oda megy hozzá, és kicsit így beszélget vele, meg megsimogatja, vagy ad neki puszit. Viszont amikor rájön a féltékenység, az tényleg kegyetlen tud lenni. És nem tudom, hogy ez hova tud még fokozódni, remélem, hogy ennél rosszabb most már nem lesz, de még mindig eléggé vegyes a hozzáállás a Lilinek Vincéhez. Kérdeztetek még többen is a várandósággal kapcsolatban, például Dorci kérdezi, hogy készültél-e a babavárásra, és ha igen, hogyan? Készültem rá, mert odafigyeltem nagyon az étkezésemre, hogy miket eszem, hogy ne egyek olyan dolgokat, amiben finomított cukor, meg finomított liszt van, illetve mozogtam is, tehát én tényleg próbáltam minden tekintetben felkészíteni a testemet a babavárásra, illetve már a babatervezés időszakában is szedtem ilyen várandós vitamin. Szilvia kérdezi, hogy voltak-e félelmeid a terhesség alatt, ha igen, mi segített ezeket legyőzni? Talán többen is tudjátok, hogy Lili lombik baba, és hát bizony ugye ott azért eléggé nagy volt az aggodalom az elején, tényleg minden apró, pici, furcsa dologra felkaptam a jelm, és elkezdtem aggódni, hogy úristen, remélem nincs baj a babával. Ugye az ember bizonyos időközönként megy ultrahangra, de azon kívül gyakorlatilag nem tudja, hogy rendben van-e minden a babával. Úgyhogy így valóban az első 12 hétben többször is eléggé meg voltam ijedve, de aztán mindig próbáltam pozitívan gondolkodni, és nem aggódni, sokkal inkább arra fókuszálni, hogy minden rendben lesz, és az tényleg nem tesz jót, hogyha egyfolytában csak idegeskedem és aggódom. Szintén Szilvia kérdezi még, hogy milyen krémet használtál a terhességi csíkok megelőzésére. Én azt gondolom, hogy ez főleg genetika, hogy valakinek kijönnek a terhességi csíkok, vagy sem. Tudok olyanról, aki sima olívaolajjal kente a hasát, és nem lettek csíkjai, de tudok olyanról is, aki megvette a legdrágább ilyen striák elleni krémet, és ugyanúgy csíkos lett a bőre. Szóval szerintem ez főként a genetikán múlik. Én igazából ilyen nagyon zsíros, nagyon tápláló testápolókkal kentem a hasamat, és szerencsére egy darab terhességi csíkom nem lett, de nem hiszem, hogy ez a testápolókon múlt. Többen is kérdeztétek azt, hogy hogyan osztom be a napomat, hogy van energiád mindenhez, mivel töltekezel. Írtad, hogy régen minden nap főztél, de sose látok egy kis kupit sem a lakásban. Na most, amikor vlogolok, akkor azért nem látjátok a lakásnak minden szegletét, szóval nem látjátok feltétlenül, hogy éppen akkor mi van a konyhában, vagy mi van a szobában, szóval az, hogy láttok egy kis részletet a nappaliból, és éppen rendben az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a lakás minden pontján éppen akkor rendben. Az biztos, hogy minden nyugodt percet kihasználom, tehát hogyha Vince alszik, és közben Lili éppen el van valami játékkal, akkor gyorsan valamit főzök, vagy éppen rendet rakok, vagy kiteregetek, vagy elpakolom a ruhákat a szárítóról, illetve leginkább akkor tudok bármi tartalmasat csinálni, amikor már lefeküdtek a gyerekek, tehát általában este 9 után, akkor szoktam tornázni, akkor szoktam a bloggal foglalkozni, akkor szoktam videókat vágni. Így az alvás időmből veszek el, mivel én is lefeküdhetnék este 9-kor, de engem például a tornázás az elképesztő módon feltölt, illetve le tudom vezetni vele a feszültséget, és nagyon-nagyon jól alszom utána. A másik dolog pedig, ami kikapcsol, az igazából a blogolás meg a videózás. Úgyhogy nekem ez is egyfajta ilyen feltöltődés. Amália kérdezi, hogy te követsz valamilyen napi rendet a gyerkőcöknél, vagy nem, és ha igen, akkor ez kb. Hogy néz ki? Ugye Lili már 2,5 éves, tehát nála azért egy jó ideje van már egy bizonyos napi rend, amit gyakorlatilag szinte mindig tudok is tartani. Vincénél ez most kezd kialakulgatni, igazából én úgy vagyok vele, hogy nem az a lényeg, hogy mindent mindig ugyanakkor csináljak Vincével, inkább az, hogy egymás után hogyan következnek a dolgok, tehát ez úgy szokott kinézni, hogy eszik, utána van ébrenléti, illetve játékidő, és akkor utána alvás, és akkor utána megint evés, és így tovább. Ezt is nagyjából azért sikerült tartanom, bár vannak olyan napok, amikor valami miatt nyűgösebb, és akkor borul a napi rend, de azért tényleg próbálok arra figyelni, hogy legyen valami kis rendszer az életében. Ez nyilván szerintem neki is jobb, meg nekem is, mert így azért tudok tervezni. Szintén Amália kérdezi még, hogy meddig szoptattad Lilit, és hogyan választottad el. Lili ugye koraszülött volt, és így sajnos nem tudtam őt szoptatni.
mert hogy mire egyáltalán lett volna ereje ahhoz, hogy tudjon szopni, addigra gyakorlatilag annyira hozzászokott a cumis üveghez, hogy sajnos egyszerűen nem volt hajlandó szopizni, viszont ennek ellenére 7 hónapos koráig fejtem neki az anyatejet, nyilván azt nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam szoptatni, egyébként körülbelül 3 hónapos koráig próbálkoztam a szoptatással, és akkor volt egy pont, hogy annyira bestresszeltem ezen az egészen, hogy nem megy, hogy elkezdett csökkenni a tejem, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor engedjük el ezt a szoptatás témát, inkább legyen tejem, az a lényeg, hogy azt kapjon, úgyhogy végül is így 7 hónapos koráig tudtam neki adni anyatejet. Zsófia írja, hogy friss kismama vagyok, és folyamatosan gyötör a rosszul léte, mit tettél ellene, van valami olyan módszer, ami enyhítette. Megmondom őszintén, hogy én szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert Lilinél egyáltalán nem volt nálam semmilyen rosszul lét, meg semmilyen hányinger. Vincénél azt hiszem összesen 2-ször hánytam, illetve ott néha émelyektem is egy kicsit az elején, de szerencsére azért ez nem volt egy tartós állapot, úgyhogy sajnos én ebben a témában nem igazán tudok hiteles infókat adni neked. Én azt mondom, hogy érdemes lenne megkérdezni a védőnődet, vagy a nőgyógyászatot, hogy ők mit javasolnak. Így a neten hallani mindenféle ilyen trükköket, meg tippeket, sokan ajánlják a gyömbéres üdítőket, van, aki kólát, meg mindenféle ilyen dolgokat lehet olvasni. Nem tudom, hogy ezekkel mennyire érdemes kísérletezni, én azt mondom, hogy inkább kérdezd meg szerintem az orvosodat, hogy ő mit javasol. Többen is kérdeztétek, hogy mikor tudtok időt tölteni együtt a férjeddel a gyerekek mellett. Az az igazság, hogy amióta Vince megszületett, nem voltunk kettesben. De én azt gondolom, hogy egy 5 hónapos baba mellett ez viszonylag normális. Meg hát nyilván ugye azért most már 2 gyerekünk van, tehát 2 gyereket rábízni valakire azért az egy keményebb és komolyabb feladat. Úgyhogy sajnos még nem jutottunk el oda, hogy ezt a lépést meglépjük, de nyilván nem lesz ez mindig így. Én bízom benne, hogy most már hamarosan azért Vincét is rá tudom majd bízni valakire hosszabb időre, és akkor esetleg valami éttermezés, vagy mozi, vagy ilyesmi beleférhet, de most még egyelőre erre sajnos nem volt lehetőségünk. Réka kérdezi, hogy hogyan tudsz Vince mellett minőségi időt tölteni Lével? Hát nem egyszerű, és sajnos olyanra még nem igazán volt lehetőségem, hogy kettesben csináljak valami programot Lilivel, de bízom benne, hogy most, hogy már nagyobb lesz Vince, erre is lehetőségem lesz. De amikor látom, hogy Vince például el van valami játékkal, vagy éppen alszik, akkor mindig próbálok valami kis foglalkozást kitalálni Lilivel, akár gyurmázni, akár rajzolni, vagy építeni valamit. Illetve ahogyan már említettem, amikor etetem Vincét, akkor pedig általában odaültetem magam mellé Lilit, és olvasok neki, vagy énekelek neki, és egyébként ezt nagyon szokta szeretni. Mivel említettem nektek, hogy jövőre szeretnénk elköltözni, hogy többen is kérdeztétek, hogy hova költözünk, illetve lakásba vagy családi házba szeretnénk költözni, és az a helyzet, hogy semmi nem dőlt még el, igazából abszolút nem határoztuk el magunkat, nem nagyon tudjuk azt sem, hogy hova szeretnénk költözni, mert ez rengeteg dolognak a függvénye, illetve az sem, hogy lakásba vagy családi házba mennénk. Nyilván jobb lenne családi ház, amiatt, mert szeretnénk kertet is, ahol tudnak a gyerekek játszani, viszont ugye ezt csak vidéken tudnánk valószínűleg megoldani, ami mondjuk a munkába járás szempontjából meg nem biztos, hogy a legjobb lenne. Úgyhogy még semmi nincs igazából eldöntve. Ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy sikerült minden kérdést megválaszolnom. Hogyha esetleg nem, akkor nyugodtan írjátok meg itt a videó alatt, vagy Facebookon, és igyekszem mindenkinek válaszolni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!